Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Bartatuseknél Ibolya vagyok. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, Bartatusek János vagyok. És most nagyon kellemes feladatunk van. Arról kell beszélni, hogy mit kaptunk mi Szedlacsik Miklóstól. És megint átgondoltam, hogy miket lehet mondani, hogy már rengeteg sztorizás volt. De mi az, ami mesteré teszi a mestert? És megjött az, hogy mi az a türelme. Hát én végig gondoltam, hogy idejöttem 5 éve. Hát amit én csináltam vele egyedül, hogy lement az eladás, felhívtam, és mondtam neki, na ezt beszéljük át, mert ezt én nem így gondolom, sőt másik szempontból nézném. És ő mondta nyugodtan, elmondta az ő véleményét, tényleg igaza van. Ugye lettek tanulóink, ugyanezt csinálják. És ülök otthon, és a kutya minden itt neki. Mekkora türelem van. És ugye én is gyakoroltam a türelmet, de már egyébként egész jól megy, azt mondja Ibolya is, meg egy páron. Szokták. Köszönöm. Köszönöm a csoportomnak. Csoportunknak. És mi van még a türelmen kívül? Hát óriási tudás. Ugye bármerre voltunk, mindig csak egy cikkelyét kaptuk meg annak, amit szerettünk volna. Másrészt azért olyan kifejezéseket is kaptunk, amit aztán az életbe soha nem tudsz beépíteni. Viszont itt ugye megvan minden egyszerűen határozva. Még az embereknek furcsa is néha, hogy mennyire egyszerű, azért nem használják. Ezt mi is egy darabig azt hiszem megtettük, hogy néha mellőztük a módszereket, mert túl egyszerűnek tűnt. De javaslom mindenkinek, hogy ezt amilyen gyorsan csak tudja ezt a mellőzést, ezt felejtse el. Nem mellőzzön. Mert szerintem hát mi másfél éve tartunk ott az Ibolyával, hogy nincsenek kétségeink a tudás irányában, mi Szedlacsik Miklós átad. És azóta erősödik az, hogy meg is csináljuk úgy, ahogy mondja. Csak is úgy. Igen. És azóta egyre jobb az életünk, így megy fölfelé minden. Kisimultak a dolgok. Szóljál bele. Ha-ha. Oké. Okay. Szóval ezt akartam mondani, hogy tényleg mi most már csak is, amit Miklós mond. És nem hiába tényleg nagyon sokszor elmondja nekünk, hogy ami bevált, azon ne változtassunk. És ezt tényleg így van, megtapasztaltuk. Nekünk az utóbbi másfél egy év, amit tényleg azt tudom mondani, hogy mi teljes mértékben elköteleződtünk, és eldöntöttük azt, hogy mi a PPH-ban akarunk dolgozni. Tehát én nekem felmerült az is, hogy ha mi nem hozzuk létre az aranykort, amit szokott is nekünk mondani Szedlacsik Miklós, akkor biztos tudjátok, hogy mi lesz. Tehát akkor törlik ezt az emberiséget, és mi nem ezt szeretnénk elérni, hanem az aranykorba szeretnénk bejutni mindenféleképpen. Én nekem még, amit adott a PPH elsősorban, én nagyon hálás vagyok Szedlacsik Miklósnak, mert nekünk nem volt ilyen a párkapcsolatunk, mint most, amilyen boldogságban élünk. Szóval nem volt ez ennyire rossz, de voltak problémák, amiket Miklós tanítását oldottuk meg, és tényleg nincs másik olyan mester, aki a tanítványaival ennyit foglalkozzon, aki ilyen tudást adjon át. Tényleg nincs a Földön másik. Ezt mi 5 éve megtapasztaltuk, hogy nincs. Nincs ilyen nemes cél. Tehát én még nem láttam másik ilyen szervezetet valóban, ami ekkora célt adjon, ami életünk végéig. Ilyenkor mindig ide gondolok a gyerekeink, az unokáink tényleg. Tehát egyszerűen meg kell építeni ezt nekünk, ezt az aranykort, nincs mese. Még egy gondolat ehhez hozzáfűzve, ugye először, amikor ezt mondtam, nevetés volt, hogy amikor valamit mond Szedlacsik Miklós, és nem érted, akkor is csináld úgy. Majd megérted később, hogy miért. Nekem számtalanszor volt így, hogy figyeltem, de ez most miért így csinálja, miért úgy. De nem csak a tanításokat néztük, hanem néztük, hogy a Szedlacsik Miklós mit tesz, miért, hogy viselkedik, és néha nem értettem.
és 2-3 hónap múlva bekattant, hogy ott azt azért csináltam, mert hogy ez így, meg így legyen. És mindig helytálló és jó úgy. Na most, ha ezt minél hamarabb így felismered, és másolod, és jó neked úgy, ahogy ő csinálja, akkor neked is jó lesz. Ez furcsa is lehet, mert a Földön azért az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy lázadoznak. Én is egy lázadó voltam szerintem. De hát ugye mérleget kell vonni, hogy most jó az nekem, hogy fejjel megyek a falnak, vagy van előttem valaki, aki kitaposta az ösvényt, csak végig kell menni rajta. És megtanulni tőle, hogy ő csinálja. És akkor jó neked is. És választhatsz. Ugye, és még egy valami úgy leesett mostanában, hogy mondd a Miklós dolgokat, tanításokat ad át, és azt mondod, hogy jó, igen, ez így van. Az egy dolog, de amikor megéled, hogy úgy van, na az a valami. Onnantól kezd el igazán élni az egész. Ezek után felhívnám Szedlacsik Miklóst a színpadra, hogy tartsa meg az előadását. Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdjük egy olyan dologgal, amivel még sose kezdtem. Itt nálunk vannak elismerések. Ami azt jelenti, hogy az átlagon felüli teljesítményt azt el szoktuk ismerni. És hát volt olyan, hogy a szervezésért ma kaptak elismerést emberek, de egy elismerés kimaradt. És ezt az elismerést ilyen furcsa mód most én csinálom meg, nyilvánosan a világ különböző pontjára. Jó, tehát egy olyan elismerés kimaradt, amit úgy hívnak, hogy Ezüst Klub. Az Ezüst Klub feltétele 2 új tanuló az elmúlt hónapban. Tehát ugye az elmúlt hónap az a szeptember volt, szeptember hónapban 2 új tanuló. És azért én csinálom meg, mert egy olyan házaspárt csináltam meg, akkor egész nap kinszerepelt a színpadon. És ezáltal, így most már tudjátok, hogy ki az, ezáltal hát ugye magukat nem tudják elismerni. Ezért most egy ilyen különleges dologban van részünk, hogy most én adom át az elismerést, pedig ugye nem ez az én tisztem. Úgyhogy Ezüst Klub elismerés következik. Ugye még egyszer mondom, hogy 2 új tanuló 1 hónap alatt. Köszöntsük nagy szeretettel házigazdáinkat, Tusek házaspárt, vegyétek át az elismerést! Megragadom az alkalmat, hogy a Tusek mikrofonjával csináljuk meg az interjút. Jó, de átadom nektek, jó? A mikrofont. Jó, és mit mondja? Nekem amúgy is van mikrofonom. Ja, okay. Civil foglalkozásod. Mi volt? Eredendően vasesztergás, meg még 10 vagy 15 szakma. Oké, honnan jöttél, illetve jöttetek? Gyuláról. Családi helyzeted? Nős vagyok, és van egy kislányunk. Illetve úgy kérdezném, hogy helyzetetek. Miért kezdted el te személyesen a Nyílt Akadémiánál a tanulást? Felkeltetted az érdeklődésem. Annak idején. Oké, mikor volt ez az annak idején? 2014. október. Oké, eddig mit adott neked a tanulás, a Nyílt Akadémia képzései? Kitágult az egész világ, kiforgatott engem a sarkaimból, és a saját sarkaimból. Úgy általánosságban minden megváltozott, amiről eddig valamit gondoltam, az semmi nem úgy van. És nem azokat a módszereket használom, amiket régen, és nem az ösztöneimet, hanem a tudásomat, amit tőle tanultam. Oké. Miért kezdted el
A szervezés, tehát a tanulók szervezése. Igazából először nem is kezdtem el, hanem a lelkesedés sem olyan magason volt az első másfél évben, hogy egyszerűen azért jöttek az emberek, mert sok volt az energia. Aztán ugye ez egy kicsit lejjebb ment, akkor nem ment annyira, és utána rájöttem, hogy oké, azért vették vissza, hogy elkezdjem úgy csinálni, ahogy te tanítod. És az igazi szervezés azt szerintem egy olyan másfél éve kezdődött, a módszer szerint. Ki segített abban, hogy elérjétek a jelenlegi eredményeteket? Hát nagy részben Szedlacsik Miklós, Szedlacsik Marian és a párom Ibolya. És a felismerések, amiket a csoportom által kapunk, csoportunk által kapunk. Mi a célod? Mit szeretnél elérni? Egyre itt nagyobb, a PPA-val. Egyre nagyobb csapat. Jaj, meghatottam. És az a célkitűzésem, hogy én legyek a második előadó a PPA-ban. Szuper. Mit tanácsolsz, hogy más is elérje ugyanezeket az eredményeket? Tehát ők is képesek legyenek szervezésre. Egyértelműen fogadják el, amit te tanítasz, mindent. Most nem kell rajta gondolkozni, hogy valamit nem úgy csinálok, hanem az úgy van. És akkor menni fog minden. Még akkor is ezt kell tenni, amikor nem értitek, hogy mit miért tesz a Szedlacsik Miklós, mert az úgy jó, és később megértitek. Köszönöm. Adjuk át mikrofont Ibolyának. Jó, neked mi a civil foglalkozásod, Ibolya? Igazából ruházati és élelmiszeripari eladót végeztem. Uh-huh. És miért kezdted el a tanulást a Nyílt Akadémiánál? Ez már elhangzott többször is. Én először a párom csatlakozott. Eltelt 4 hónap, aztán én is csatlakoztam. És nagyon sok mindent mondhatnánk, de először engem, ami volt, hogy azt, hogy mondtad, ha itt nem lesz aranykor, akkor törlik az emberiséget. Úristen! Én ezt nem szeretném. És ez is volt. A másik pedig tényleg azt a tudást, amit itt kapunk. Tehát enélkül, a tudás nélkül nem tudunk egy olyan életet élni, amiért ide leszülettünk. Eddig mit adott neked? Eddig mit adott? Nagyon sok mindent. Tehát egy új életet, ebbe értsetek mindent bele. Miért kezdted el a szervezést, a tanulók szervezését? Miért kezdtem el? Hogy minél több embert behozzunk az aranykorba. Nehéz volt ezt a jelenlegi eredményt elérni? Először igen, de tényleg mi úgy csináljuk, ahogy tanítod, és onnantól az nem nehéz. Segítséget te honnan kaptál? Segítséget? Hát a tanításaidból ez mindenféleképpen. A másik pedig, amit nagyon sokszor mondasz, hogy kérjük a segítőink segítségét. Én nem csak a szervezésben, hanem már mindenben kérem. Először nagyon fontos, hogy kéred. Mert én voltam, amikor nem jól fogalmaztam meg, és elég érdekes dolgokat kaptam. Vagy ha kíváncsiságból kértem, akkor megint elég érdekes dolgokat kaptam. De mindenféleképpen én kérem, igenis, a fentiek segítségét. Teljes hittel és szeretettel. Mi a célod a PPA-nál? Minél nagyobb csapat. Oda menjek, ahova akarok. Azt csináljuk, amit akarok. Akkor, amikor én akarok. Tehát szabadságot, mindent megkapunk. Uh-huh. Mit tanácsolsz másoknak? Hogy ők is elérjék, ők is képesek legyenek szervezni? A heti képzéseket élőben hallgassák, mindig. Amikor csak tudják, hallgassák vissza. Tényleg, mert mi is, nálunk is ez úgy működik, hogy veled kelünk, veled fekszünk. És tényleg azt szerint a módszer szerint szervezzenek, ahogy te tanítod, mert az működik. Oké, hát köszönjük szépen, és nagyon sok sikert, további sikert kívánok nektek. Köszönjük. Gratulálok. Köszönjük. Gratulálok. Köszönjük. Ne menjetek le, maradjatok még egy pillanatban.
Na, hát így még nem kezdtünk díjmentes sose. Na nézzük meg, hogy mit is csinálunk, jó? Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és azokat a képességeket, amelyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képességké váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Miért nem azt mondom, hogy a céljaik elérésére? Miért az van ide írva, hogy a célok elérésére? Mert van egy csomó közös cél, nem? Tehát én úgy vagyok vele, hogyha a közös célokat megoldjuk, akkor az én céljaimmal sem lesznek gondok. Tehát akkor nem kell foglalkozni külön azzal, hogy nekem mik a céljaim, mert ha a közös célok megvannak, akkor úgyis megvannak a saját céljaim is. Nem tudom, értitek-e. De igazából nem is szükséges az, hogy legyen közös, tehát saját cél, mert egyszerűen a közös célra fókuszál az ember, és utána úgyis meg tudja tenni etikusan azt, amit adott helyzetben meg kell tenni. Nem tudom, értitek-e. Tehát igazából én azt tapasztalom, hogy nem kellenek saját célok, hanem fókuszálok a közös célra, érted? És elérem a jelenben azt, amit szeretnék. Tehát nem kell kitűzni a jelenben azt, amit szeretnék. Nem tudom, világos-e. Tehát nem kell kitűzni azt, hogy mit szeretnék a jövőben. Nincsenek saját céljaim. Érted? Mert minek a saját cél, amikor a jelenben meg tudom valósítani azt, amit szeretnék, de azért tudom ezt elérni, mert a közös céllal ezt el lehet érni. Nem tudom, értitek-e? Tehát ez teljesen fura, mert ez nem így szokott lenni. Nem is ezt tanuljuk ilyen területeken, hanem azt, hogy tűzd ki a célod. De valami furcsa módon, soha nem tapasztalt módon, ezt csak itt tapasztaltam eddig, hogyha a közös célra fókuszálunk, akkor gyakorlatilag a jelenbe bármire szükségünk van, azt nem kell célként kitűzni, hanem megcsináljuk a jelenben, megvalósítjuk a jelenben. Nem tudom, értitek-e. Tehát valahogy úgy rakják ezt a dolgot azóta össze, hogyha valamit szeretnénk, akkor azt a jelenben megkapjuk, de nem kell előre arra avval foglalkozni. Tehát nem kell energiát, időt avval tölteni, hogy a céljainkat megvalósítsuk, hanem arra avval töltjük, hogy a közös célt valósítsuk meg, és a jelenben meg amit szeretnénk, azt elérjük. Nem tudom, világos-e. De ez egy ilyen teljesen egyedi, mert én sose ezelőtt ilyenne nem találkoztam. És nem is tapasztaltam ilyet, sőt, nem is hallottam még ilyenről. Ha nem hiszitek, hogy ez így van, próbáljátok ki. Komolyan. Ez így működik. Egyedülállóan itt mindent egy helyen megtalálható. Tehát egy helyen. Ráadásul még a legkedvezőbb feltételekkel, tehát az összes tudás itt megtalálható, csak itt van a három az egyben, helyrehozhatjuk a saját életünket, helyrehozhatjuk mások életét, és bejuthatunk az aranykorba. Hát miért csináljuk? Hát azért csináljuk, mert tudatlanság van, és ahhoz hozzáteszik a vallást, és ebből lesz a terrorizmus. Tudatlanság van, ahhoz hozzáteszik a hatalmat, és akkor lesz belőle egy zsarnokság. Tudatlansághoz hozzárakják a szabadságot, akkor lesz belőle káosz. Ha tudatlansághoz hozzárakják a pénzt, akkor lesz belőle korrupció. Tehát egy ilyen világban élünk, ahol például a tudatlansághoz a szegénységet hozzárakják, akkor lesz belőle egy bűnözés. Azért csináljuk, mert a tudatlanság minden gonosz eszköze, és a gonoszság gyökere. Tehát van elég ok arra, hogy csináljuk. Tehát azért csináljuk, hogy az emberek képessé váljanak szeretetben,
békében és boldogságban élni, hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Mert csak a PPA-nál van egy helyen. Minden élethelyzetre tudás, módszer és megoldás. Tudod, miért van ez így? Mert politikai és vallási semlegesek vagyunk. Tehát ott, ahol tudás van, ott vagy nincs politikai semlegesség, de legfőképpen nincs vallási semlegesség. Ezáltal, hogy nincs vallási semlegesség, ezáltal ugye ők eleve nem tudják minden emberhez hozzájuttatni a tudást. Ezáltal nem biztos, hogy megkapják azokat az információkat és azokat az eszközöket, ami ahhoz kell, hogy ezt meg lehessen valósítani. Tehát ezért kell a vallás és a politikai semlegesség. És ez még is marad mindig. Mert az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés, vagyis, hogy aranykorba kerülhessenek. Mert én azt tapasztaltam, hogy a PPA az emberek számára az utolsó esély. Az nem azt jelenti, hogy meghalnak, hanem azt jelenti, hogy nem kapnak más esélyt. Tehát nem kap több esélyt az ember az aranykorba jutáshoz. Na, beszéljünk egy kicsit az aranykorról. Csak az kerülhet be, aki addigra megtanul szeretetben, békében és boldogságban élni. És legalább a hatodik lelki szinten önzetlenül együttműködni másokkal. Tehát aki ezt megtanulja. A tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább 9 év. És a torzítások elkerülése véget egy helyen kell elsajátítani. Gondolj bele, ha innen szerzel tudást, onnan szerzel, lehet, hogy ellentétben lesznek a tudások egymással. És akkor hogy akar valaki fejlődni? A tapasztalatok elsajátítása saját csapat nélkül egyszer nem lehetséges. Mert nem tudsz megélni minden élethelyzetet, de a csapatod élethelyzeteiből egy csomót tudsz tanulni, és ha nem lenne csapatod, azokat az élethelyzetekkel nem feltétlenül találkoznál. Ha eddig máshol nem tudtad elérni azt, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élni, illetve boldogságban élve önzetlenül együttműködj másokkal, akkor máshol nem is fogod ezt elérni. Tehát ha eddig nem tudtad megcsinálni, akkor máshol ezt nem is fogod tudni elérni. A fentiek szerint 2030, tehát a fentiek szerint, mi az, hogy fentiek? A fentiek szerint. Mi az, hogy fentiek? Nem a itt fent írtak szerint. Nem véletlenül írtam nagy betűvel, mert a fentiek az nekem egy főnév. Oké? És az egy név. A fentiek a teremtőink, isteneink. Oké, a fentiek szerint, 2. pont, 2035-ig ezt szándékosan együtt létre kell hozni. Mármint mi az ezt, az aranykort. Aki ki akarna maradni, az nem éli meg az aranykort. Ez nem az én véleményem, ez a fentiek szerint van így. És azt, hogy ők ezt hogy csinálják meg, hogy kivel mit tesznek, hogy hagyják szenvedni, vagy kivonják az élők sorából, ez nem a mi dolgunk. Ugye ezt a képzésben éppen említettem, hanem ez az ő dolguk. Teljes egészében az ő dolguk. Hogy kivel mit fognak tenni, hogy próbálják rá késztetni őket, esetenként kényszeríteni őket, hogy mégiscsak gondolják meg magukat, és akarjanak bekerülni az aranykorba. Ez már mind az ő dolguk, nem a miénk. Tehát mit tudtok arról, hogy fény küldött? Ki az, aki fény küldött? Oké, helyes. Na, akkor még egyszer próba. Ki gondolja úgy, hogy ő fény küldött? Ki gondolja úgy, hogy nem fény küldött? Nagyszerű, szuper! Na most, akkor tisztában vagyunk ezzel a dologgal, hogy lehet úgy is hívni a fény küldöttet, hogy fény küldött, de úgy is lehet, hogy fénymunkás. És mindegy ebből a szempontból. Jó, tehát van, aki így nevezi, van, aki úgy nevezi.
Na nézzük akkor, hogy az emberek azon csoportja, akik jelen földi életüket a bolygó és az emberiség megsegítésére szentelik. Nem áldozatot hoznak, mert nem annak érzik, amit tesznek. Sokkal inkább belső késztetés révén indulnak el. Van, aki előbb, van, aki utóbb. Egy olyan úton, amin aztán már nem lehet megállni. Amire nem tudnak visszafordulni. De a fényküldöttek nem is akarnak. Hiszen ha ráébrednek, hogy egyszerűen érzik, hogy többre hivatottak, mint az átlag, akkor már elkezdik tudatosan keresgélni a helyüket az életben. Hát volt-e az te életedben ilyen keresgélés? Gondold végig. Akadnak a fényküldöttek között olyanok, akik úgy maguktól ébredtek rá a feladatukra. De akadnak olyanok is, akik érzik, hogy tenni kell valamit. De csak ilyen homályos gondolatok vannak ezzel kapcsolatban a fejükben. Mit tudom, ilyen érzések csillannak fel a szívük, lelkük mélyén. Tehát amikor az emberben van egy ilyen érzés, hogy nem jó ez a világ, valamit csak kéne tenni. Tehát mikor ilyen felcsillanások vannak, akkor kellene az embernek keresni egy segítőt, aki kapcsolatot képes létesíteni az égiekkel. És közvetíteni tudja az üzeneteiteket az ébredő léleknek az életfeladatáról. Persze nem jó sokra gondolok. Vagy önmagukat ilyen spirituális tanácsadóknak kikiáltó álsegítőkre gondoljunk ilyenkor. Az ébredezők egy idő után érzik, tudják, ki az, akik nekik valóban helyes útmutatásokat tudnak nyújtani. Ugye, ha az ébredező hallgatta a megérzésére, akkor megtalálja a megfelelő személy. Lehet, hogy csak egy utolsó megerősítésre vár a fényküldött, aki gyakran ekkor még nem is tudja magáról, hogy ő az. Nem tudja, hogy ő jó úton jár. De ha rájön arra, hogy jó úton jár, akkor kezd el szárnyalni. És elkezdi tenni a dolgát. Mert úgy érzi, hogy neki tennie kell a dolgát. Mert ugye a fényküldött maga sem érti azt, hogy is működik ez az egész, de mégis halad előre, mint akár egy buldózer. Ugye, hogy indul ez az út? Hát a fényküldött útja úgy indul, hogy ő maga is tanul. Tanul a tanítóktól, tanul az életből, tanfolyamokon részt vesz, tanul különböző irodalmakból. Sok esetben ugye gyógyítóvá válnak, vagy tanítóvá, segítővé válnak. És szinte észrevétlenül átalakul az ilyen személy élete. Boldogabb, kiegyensúlyozottabb lesz, és ezt kezdi sugározni a környezete felé. Először szűkebb, majd tágabb környezetében is beindulnak általa pozitív változások. De ne gondold azt, hogy a fényküldöttek valamiféle különleges kiváltságokkal születtek, és ezáltal különleges kiváltságokkal bíró személyek lennének.
Hát a fényküldött, az ugyanolyan egyszerű embernek néz ki, mint bárki más. A fényküldöttek is élik a mindennapi életüket, vannak problémáik, vannak küzdelmeik. Időnként a fényküldöttek is elkeserednek. Ha természetesen akkor, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy elképzelték őket. De ugye az a különbség, hogy nincsenek egyedül. Mert mindig van mellettük, éppen ott, és éppen akkor, amikor kell, egy másik ember, aki nem hagyja, hogy letérjen a helyes útról. Amit ő saját magának választott természetesen. De hogyha jobban megnézzük ezt, nem lehet, hogy ez talán az égiek segítsége? Tehát a fényküldötteknél is van olyan, hogy egyszer lent, egyszer fent. De mindig előre tekintve kell a fényküldöttnek élni az életét, és úgy cselekedni, mert akkor tud kimenni abból a lent létből. A fényküldöttnek már az is öröm, ha egyetlen ember életében pozitív változásokat tud létrehozni. Tehát én figyeltem a bizonyítványosztónál, diplomaosztónál azokat az embereket, akik itt kint beszéltek. És figyeltem, hogy egyesek mit mondtak. És figyeltem, hogy azért voltam olyan is, aki olyan dolgokat mondott, amire a csapatnak a vezetője az ő vezetője, amelyik csapatban ő benne van, olyankor tudta azt mondani, na ezért érdemes élni. Emlékeztek ilyenre? Tehát itt voltak ilyen emberek a színpadon, akik ilyeneket mondtak. Amit öröm volt hallgatni csapatvezetőként. Gondold végig te csapatvezetőként. Szóval a fényküldöttek hatással vannak az emberek életére, és ha egy folyamat elindul, akkor nincs megállás. Akkor ez az élet egyre jobbá és jobbá tud válni, nem csak a saját élete a fényküldöttnek, hanem a környezetében lévő emberek élete is egyre jobbá és jobbá tud válni. És egy érdekes dolog, hogy a fényküldöttek egy előbb-utóbb egymásra találnak. Megérzik egymásban a tüzet, a lelkesedést, a segíteni akarást. És ugye van a fényküldöttekben egy ilyen belső késztetés, hát nem csak ugye a családjával kapcsolatos fejlődéssel kapcsolatban, illetve hogy minden körülötte lévő családtag, mit tudom én, egészséges legyen az életében, hanem ugye az élőlényekkel kapcsolatban is van egy ilyen belső késztetés, hogy az is számít, hogy az emberek hogy élik az életüket, vagy az élőlények, az állatok, a növények hogy élik az életüket, hogy ők is egészségesen, vagy azok is egészségesen tudják leélni a idézőjelbe életüket, amit megadatott a számukra. Tehát egyre inkább csoportosulásokat hoznak létre a fényküldöttek, hogy egy ügyért cselekedjenek, együtt cselekedjenek, ha kell. Természetesen a részfeladatok az nem biztos, hogy teljesen azonos, amire ki hivatott, de mindenki a csoporton belül meg tudja találni a saját helyét. És itt ne valami szektásodásra gondoljatok természetesen, tehát szó sincs erről. Ha egy fényküldött csoport, tehát fényküldött csoport, mint a miénk,
munkájában valaki részt vesz, akkor az kizárólag saját akaratából teszi. És nem azért, mert valaki kényszeríti rá, hanem egyszerűen örömmel teszi. És ugye nem csak a fényküldöttök esetében, de minden, az élet minden területén, ugye tudjuk jól azt, hogy az összefogás, az hatványozott eredményt hoz létre. És mindent igazából csak az összefogás menthet meg. Ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása. És természetesen közös munkálkodása a jövőért, a felemelkedésért. Ugye olyan időszakot élünk, ahol az idő, mintha úgy tűnne, felgyorsult volna az idő múlása. Állandó folyamatos változás van, átalakulás. És így már azok az emberek, akik ráébredtek az életfeladatukra, a még ébredező fényküldötteknek ki tudják nyitni teljesen a szemüket. És el tudják érni, hogy egyre jobban a nyíló fényküldöttek egyre jobban érezzék a belső késztetést, hogy nekik is dolguk van, és tegyék a dolgukat, amiért leszülettek közénk. Ugye ezt én már régen tanítom, hogy nem véletlen, hogy az elmúlt időszakokban olyan hirtelen megnőtt a népesség. És gondolj bele, hányszorosára nőtt mondjuk az elmúlt 150 évben a népesség a bolygón. Hát hol volt előtte az a rengeteg lélek? Na miért? Ott tartalékolták őket? Vagy miért? Ne képzeld. Ugye te fényküldött vagy. Különben nem lennél itt. Ez tény. Ezért nem véletlenül hallasz erről most tőlem. Tehát benned ez a fényküldötti energia, ez ott munkálkodik. Benned van egy olyan belső érzés, hogy segíts. Hát, hogyha van valami betegséged netántán, akkor persze, ugye, amikor az ember beteg, akkor elsősorban a betegsége lefoglalja. És ha van valami betegség benned, akkor természetes dolog, hogy meg akarod magadat gyógyítani. De ha tényleg meg akarod magad gyógyítani, akkor kezd azzal a gyógyításodat, hogy szeresd magadat. Oké? Tehát kezd el sokkal nagyobb mértékben szeretni, most nem az önimádatról beszélek, hanem önmagad szeretetéről beszélek. Tehát szeresd magad úgy először, és fogadd magad úgy el, ahogy vagy, a magad valóságában, mindent úgy, ahogy van, érted? Azzal is, ami nem tetszik magadban, azzal együtt, és szeresd magadat. És akkor fogod tudni igazából szeretni igazán a környezetedben lévőket. Mert hogyha te nem forrás vagy, akkor mástól várod a forrást. Neked forrássá kell válni, szeretett forrássá, és ha magadat nem szereted, akkor hogy tudsz szeretett forrás lenni? Tehát neked kell egy olyan személyé válni, aki kellően szeretve önmagát, a szeretet forrása tud lenni a környezetében. Világos ez? Ha szeretet forrás vagy, akkor tudod igazából az embereket te is szeretni. Illetve nem csak az emberekről van szó, állatokról, növényekről, környezetünkről. És akkor tudunk munkálkodni, hogyha kellően szeretjük magunkat.
Ha nem szeretjük kellően magunkat, akkor vannak a betegségeink. Persze, olyan dolgokat fogsz tenni, amit eddig nem tettél. De ez nem baj, ez nagyon jó. Ez egy különleges dolog. És nem is legtöbb fényküldött nem is érti kezdetben, hogy miért teszi azt, amit tesz. Tedd azt, ami számodra fontos. Oké, tehát ami tényleg segíti a bolygót. Nyilván a legnagyobb hatással a bolygó életére az embernek van. Ha az ember nem úgy működik, ahogy kell, a tömegek nem úgy működnek, ahogy kell, akkor az ember képes leginkább az élőhelyét tönkretenni. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy első és legfontosabb az emberek jobbá tétele. Mert az emberek jobbá válnak, akkor a környezetük is jobbá válik. Tehát akkor elkezd az ember úgy működni, hogy nem feléli a környezetét, hanem felépíti a környezetét. Tehát valószínűleg már tanultad fényküldöttként, hogy hogyan csendesedj egy kicsit el, hogyan meditálj. És ha valamilyen olyan kérdés van, ami benned, amire ugye szeretnél választ, akkor ebben az elcsendesedésben, meditálásban meg fogod kapni a választ. De ne sürgesd a választ. Mert a válasz akkor érkezik meg, amikor valóban felkészült vagy a válaszra. Amikor tényleg be tudod teljesíteni az életküldetésedet. Tehát amikor felkészült lettél, akkor fogod tudni igazán, hogy mi is a dolgod. Tehát lehet, hogy ez onnan fog elindulni, hogy lesz egy gondolatod, vagy egy élethelyzeted, vagy akár egy találkozásod valakivel, amely megmutatja azt, hogy na most itt van az indulás. De ha neked... ugye helyes utad van. Tehát fényküldöttként helyes úton tudsz járni. Csak rá kell lépni fényküldöttként a segítés ösvényére. Ez a te utad, amit csak te tudsz bejárni. Te tudsz végigmenni rajta. Tehát a valódi élet akkor kezdődik, ha az ember rálép erre az útra. Mert ettől tudsz igazából boldog lenni, mert ezért születtél le. Nem másért. Kik a fényküldöttek? Azok, akik születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygónak. És a lakóinak természetesen. Kigyógyulni a félelemből. Tehát az emberiség legnagyobb problémája a félelem. Tehát az embereket ki kell gyógyítani ebből a félelemből. És te ezért születtél le, hogy ezt megcsináld. Tehát önként vállaltad, hogy ebben segítesz. Kigyógyítani az embereket a félelemből és annak következményeiből, mert komoly következményeket okoz a félelem. Minden fényküldött komoly feladattal érkezett. Tehát olyan feladattal, ami egy ilyen földön túli feladat. Minden fényküldöttnek a célja a föld, az emberek gyógyítása, tanítása.
Ez a gyógyítás érz fizikailag, mint lelkileg. Ugye onnan tudja az ember, hogy fényküldött, ha mondjuk késztetést érzel mások gyógyítására. Tehát lelki vagy testi gyógyítására. Vagy szeretnél megoldást találni a föld szociális és környezetvédelmi problémáira. Vagy hiszel abban, hogy spirituális úton meg lehet oldani a dolgokat. Vagy voltak már ilyen misztikus tapasztalataid. Például előre megéreztél dolgokat. Vagy találkoztál mondjuk angyalszerű lényekkel. Vagy mondjuk voltak kemény élettapasztalataid, melyek valamilyen szinten összetörték az isteni tökéletességbe vetett hitedet. Vagy a világ gyógyításához első lépésként meg akarod gyógyítani a saját életedet. Vagy késztetést érzel arra, hogy a gyógyítási tapasztalataidról, mondom megint, testi és lelki gyógyítási tapasztalatokról beszélek, taníts vagy esetleg írj másoknak. Vagy tudod, hogy egy magasabb cél érdekében vagy így, vagy itt, vagy legalábbis ez a fejedben többször megfordult már. Még ha nem is tudod pontosan, hogy mi az. Vagy hogy hogyan tudnád ezt megvalósítani. Egyébként a fényküldöttek a Föld különböző tájain most kezdenek ráébredni arra, hogy miért is jöttek el a Földre. Tehát nem azért jöttek, mint a többiek. Tehát ti nem azért jöttetek, mint a többiek. Tehát nem azért jöttetek, mert lustálkodtatok. Nem azért jöttetek, mert bűnöztetek. Nem azért jöttetek, mert mulasztottatok, vagy mit tudom, lázadoztatok. Nem azért jöttetek. Hanem azért, hogy segítsetek az emberiségnek egy más létformát megélni a jövőben. Tehát egy ilyen belső hívást hall a fényküldött, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez a hívás emlékeztető arra, hogy itt az ideje abba hagyni az anyagi álmokkal való játszadozást, és érdemes munkához látni. Sok fényküldött fedez fel önmagában spirituális adottságokat. Mit tudom én mondjuk, szellemlényekkel való kommunikáció, vagy spirituális gyógyítás képessége, vagy egyéb más dolgok. Ezek a képességek, ezek azért vannak, mert felvállaltad őket leszületés előtt. Hogy ezt már így születtél is megvolt, vagy közbe kaptad, ez most lényegtelen ebből a szempontból, mert felvállaltad. Ezek azok a képességek, amely azt a célt szolgálják, hogy te gyógyíthasd az emberek testét vagy lelkét, segíts a Földnek, hogy emelkedjen a rezgése, segíts a lakosságnak. Itt főleg itt a kritikus helyzetekben, ami ugye itt az ezredforduló környékén van a bolygón. Egyébként, akárhogy utána nézel itt a múltra vonatkozóan, a múltbéli proféciák jövendölték azt, hogy ez időtájt lesznek olyan személyek, nagy számban a bolygón, akik leszületnek azért, hogy az emberiséget kiszabadítsák ebből a karmikus mókuskerékből. Tudod micsoda? Az, hogy él, nem úgy éli az életét,
Ezért kap egy következő lehetőséget egy következő életben. Majd a következő életben megint nem úgy éli az életét. Ezért kap egy következő életi lehetőséget. És állandóan az van, hogy újra születnek, újra születnek, újra születnek, és ebből az újra születési emberi körforgásból nem tudnak kimenekülni. És bezárják ugye az emberi testbe ezt a szabadnak született lelket, ami most benne van a testedben. És ez egy olyan körforgás, amiből az emberek nem tudnak kiszabadulni, és mi azért vagyunk itt, hogy az embereket kiszabadítsuk ebből a körforgásból. Tehát, hogy jobban megnézed, visszatérve ide, ugye lapozzunk, már megnyitottam mindent. Várjatok, pillanat, hol van? De jó. Na mindegy, tudok én ott lapozni? Á, megvan az egér, szuper, akkor így lapozok. Jó, ez lapozzunk gyorsan, itt van, ezt akartam. Tehát ugye van egy lelki fejlődés az emberek életében. Hát ugye akkor tudjuk az embereket kiszabadítani ebből a halál, újraszületés, halál, újraszületés, halál, újraszületés körforgásból, ahol a halál és az újraszületés, vagyis az újraszületés és a halál között eltelik x év vagy x évtized. Ebből úgy lehet kiszabadítani az embereket, hogyha elkezdenek lelkileg fejlődni. Ugye ezt úgy tervezték meg a fentiek, hogy ezt két lépésben tudjuk megcsinálni. Tehát az első lépés, hogy az emberek képesek legyenek feltétel nélküli önzetlen együttműködésre. Tehát feltétel nélküli önzetlen együttműködésre. Tehát erre képesek legyenek. Ezt nyilván csak úgy lehet megcsinálni, hogyha az ember képes az elfogadásra, és képes szeretetben, békében működni. Tehát képes szeretni. Tudjuk jól, hogy nem lehet úgy szeretni másokat, ha nem szereted magadat eléggé. Tehát végig kell menned azon a folyamaton, ahol az ember megszereti önmagát, feltétel nélkül, majd elkezdi feltétel nélkül szeretni az embereket. Ez egy folyamat. És ezen a folyamaton az embereknek végig kell menniük. És ahogy mennek a folyamaton, úgy a szeretetüknél fogva csatlakoznak hozzájuk emberek. Mert nem kényszer a csatlakozás. Nyilvánvaló, ha te is bárkihez csatlakozol, saját magad, semmilyen kényszer hatására, akkor azért csatlakozol, mert nem utál az a személy. Ha utálna, nem csatlakoznál hozzá. De akkor sem, ha ő nem lenne képes szeretni. Tehát az emberek azokhoz csatlakoznak maguktól, tehát gondolj bele, amikor te egy munkahelyhez csatlakozol, az azért csatlakozol oda, mert pénzt akarsz keresni. Nem azért, mert szeretnek. Tehát a pénzkereset az egy szükséglet és egy kényszer. A kényszer pedig nagy úr. Mert hogyha te nem keresel pénzt, akkor nem tudsz élni. Még a víz is pénzbe, az ivóvíz is pénzbe kerül. Tehát gyakorlatilag nem tudsz élni. Tehát ezért kényszerből becsatlakozol egy munkahelyre. De ott nem az a fontos, hogy szeressenek, mert kényszerből csatlakoztál. Világos ez? De nézd meg a párodat, nem kényszerből kaptad. Tehát nem kényszerített senki, hogy a párod legyen, nem? Kényszerített valaki is? Nem. Miért lett a párod? Mert szeretted, nem? Valószínűleg még most is szereted, nem? Reméljük. Én bízok benne. Remélem te is, hogy szeretitek egymást. Tehát emberek akkor csatlakoznak
önszántukból egymáshoz, ha szeretik egymást. Világos ez? Az összes többi, amikor úgy csatlakoznak, az mind kényszer, külső kényszer. Tehát az emberek, amikor szeretik az embereket, akkor emberek hozzájuk csatlakoznak. Világos ez? Az is egy probléma, hogyha valaki nem tudja kimutatni a szeretetét. Hát én bennem van, bennem, de valahogy nem jön ki, tudod? Hát az is egy probléma. Tehát meg kell tanulni, hogy az áramoljon az emberek irányába. És akkor lesz csapatod. Minél jobban szereted az embereket, annál nagyobb csapatod lesz. Világos ez? És annál jobban fog menni a szervezés. És akkor tudod teljesíteni a negyedik és az ötödik lelki szintet, ami az előszobája a hatodik lelki szintnek. Tehát nincs hatodik lelki szint negyedik, ötödik lelki szint nélkül. És negyedik, ötödik lelki szint pedig nincs saját csapat nélkül. Saját csapat meg nincs emberek szeretete nélkül. Világos ez? Tehát ne az önérdeket nézd, ne azt nézd, hogy neked mi az érdeked, hanem azt nézd, hogy mi a többség érdeke. Oké? Soha ne a személyes érdekedet nézd, mindig a többség érdekét nézd. Bármikor az életedben döntést hozol, ne a személyes érdekedet nézd, a többség érdekét nézd. Mikor emberek például családokban elválnak egymástól, akkor vajon ők kinek az érdekét nézik? Sajátját. Ha a család érdekét nézné, akkor azt mondta volna, hogy jó, akkor nem az elválás mellett teszem le a voksom, hanem a megjavulás mellett teszem le a jobb voksom. Tehát, hogy megjavítsuk magunkat, és megjavítsuk ezáltal a kapcsolatunkat is. Tehát az ember ott kell, hogy elkezdje a változást, hogy magát javít, tehát saját magán javít. És például a szeretettel való foglalkozás, hogy képes legyél elég szeretetet adni emberek számára, az nem fogja tudni helyetted más megcsinálni. Azt neked kell magadba létrehozni. Tehát meg fogod azt tapasztalni, hogy ezek, amikről én most beszélek, ezek mit eredményeznek az életedben. Olyan pozitív változásokat, ami mindent megér, érted? Tehát mindent megér. Tehát én úgy gondolom, hogy pont arról szól az élet, akkor tud egy ember boldog lenni, hogyha az emberek javát szolgálja. Csak az emberek nagy része ezt nem tapasztalta meg. És nem tudja, hogy igazán ez a boldogság. Amikor képessé válik az ember arra, hogy emberek javát szolgálja. Tehát ezt a képességet létre kell hozni magunkban. Meg kell tanulnunk dolgokat, meg kell változtatni magunkban dolgokat. És ha létrehozol egy csapatot azáltal, hogy egyre jobban bánsz az emberekkel, mert egyre jobban szereted őket, és egyre többen ezáltal csatlakoznak hozzád, na akkor lehet megélni a negyedik, majd az ötödik lelki szintet. És akkor jön a hatodik lelki szint, ami már csak, tehát ha elkezdesz saját csapattal rendelkezni azáltal, hogy szereted az embereket, akkor úgy jönnek sorba egymás után majd a lelki szintek. A négyes, ötös, hatos. Tehát már ki se tudod kerülni ezeknek a fejlődését. Érted? Tehát automatikusan jön. Úgy fog alakulni, minél nagyobb a csapatod, azt fogod észrevenni, hogy egyre magasabb lelki szinten vagy.
És elérkezik a hatodik lelki szint, na az az a szint, amikor bekerülhetünk az aranykorba. A hatodik lelki szinten. És társadalmi szinten kell ezt létrehozni. Ugye az első információk, amikor ezekkel kaptam, akkor azt mondták, hogy a mintát a Kárpát-medencében kell megcsinálni. Nem Magyarországon, nem ezt mondták. A Kárpát-medencében. Pedig a Kárpát-medencében van egy pár nép, nem? És itt kell megcsinálni az aranykor mintáját. Tehát a Kárpát-medencében előbb kell megvalósulni az aranykornak, mint a bolygón. Tehát ezt meg kell csinálni a Kárpát-medencében. És az aranykorban lesz lehetőségünk arra, hogy még tovább lépjünk. A hetedik lelki szintre, a beteljesülés szintjére. És akkor van választási lehetőségünk arra, hogy egy teremtői létformába átlépjünk. Nem egy emberi létformába, hanem egy isteni létformába. Tehát nem véletlenül a magyar nyelvben milyen érdekes szavak vannak, mikor valami nagyon-nagyon szimpatikus, akkor azt mondjuk, hogy isteni. Nem? Tehát egy isteni létformába. Aminek ilyen egyszerű dolgai vannak, hogy szabadon választod a testedet. Jó, hát egyszer választod, majd utána megint választod, mikor az kiöregedett. De nem gyerek testet választasz, hanem egy felnőtt testet. Most, ha megnéznénk, akkor azt mondanánk, hogy egy 21 éves testet. Tehát, mint gondolj bele, a lelked mondjuk egy 21 éves testbe költözött volna be. Mondjuk, emlékezz vissza, milyen voltál mondjuk 21 évesen. És akkor költöztél volna bele a testedbe. Akkor nem kellett volna megélni azt a fajta létet, amit gyerekkornak neveznek, amiben minden gyerek azt mondta, hogy jaj, de várom már, hogy felnőtt legyek. Majd mikor felnőtt lett, akkor azt mondja, hogy milyen jó volt gyereknek lenni. Nem? Ez egy kicsit visszás, nem? Tehát a legtöbb felnőtt az valamilyen szinten visszasírja a gyerekkorát. Magyarul nem boldog felnőttként. És azért sírja vissza, mert gyerekként boldogabbnak érezte magát. Tehát gondolj bele még egyszer, hogyha mondjuk egy 21 éves korodban lévő testbe szálltál volna be a saját testedbe. Akkor képzeld el, mondjuk, hogyha az előző életi tudásoddal léptél volna be egy 21 éves testbe, de úgy, hogy az előző életedben kiszedted már az összes negatív tulajdonságodat. Az összes helytelen cselekvést az előző életedben kiszedted volna, és úgy születtél volna be 21 éves testbe. De úgy, hogy abból a testből bármikor ki tudsz lépni. És ugye ott olyan a közlekedés, ha kiléptél a testedből, hogy egyik pillanatban a másikba a világ legtávolabb pontján tudsz lenni. Érted? Tehát nincs közlekedési akadály. Nem kell energia hozzá, hogy te közlekedj. Ha akarsz, csak a föld túloldalán vagy egyik pillanatról a másikra. Ha akarsz, mit tudom, a holdon vagy egyik pillanatról a másikra. Ha akarod, mondjuk a, mit tudom én, melyik bolygón a világegyetemben vagy akár egy csillagon vagy egy pillanat alatt. Tehát gondolj bele, a lélek, az fogja, és képes arra, hogy átmenjen a napon. És nem károsul. Érted? Nem semmisül meg. Persze, odafönt már értelmetlenül nem csinálnak semmit. Tehát nem csinálják azt, hogy gyert, akkor próbáljuk ki, milyen a napon átmenni, mint lélek. Érted? Mert miért kéne kipróbálni?
Tehát értelmetlen nem csinálnak semmit. Ott már csak értelmes dolgok vannak. Aminek van értelme, érted? Tehát egy olyan létformába kerülhet az ember, ahol ő rendelkezik a testével úgy, hogy szabadon kibejár, nyilván mindig céllal. Oké? Tehát mindig megvan a miértnek, illetve az a célnak a miértje, akarom mondani. Tehát nem véletlenül tanuljuk itt, hogy akkor legyen célod, ha tudod annak a miértjét. És a miért az kellően jó célt szolgál. Tehát van értelme. Tehát értelmetlenül ne csináljon az ember semmit. Hát nézd meg, a legtöbb ember értelmetlenül csinál dolgokat. Tehát amit csinál, annak mi értelme van. Vagy mondhatjuk azt, hogy nem sok értelme van. Nem? Hogy is vagyok én? Ja, megvan. Jó, tudom, meddig vagyunk. Na most, nézzük tovább. Tehát talán ennyit az aranykorról. Így röviden. Hol az egerem? Megvan? Ott szaladt. Láttátok? Én is egy pillanatra. Megvan? Le nem mozgatom. Erre. Jó. Lépjünk tovább. Tehát lelki fejlődéssel az ember képessé válik helyesen bánni minden életterületével. Tehát ilyenekkel, hogy önmagaddal, pároddal, szüleiddel. Tehát, hogy ne szaladjunk nagyon előre, tudod. Ne a magasabb létformát nézzük, vagy ne az aranykort nézzük, hanem nézzük a holnapot. Tehát az elég fontos lenne, hogy az ember képes legyen helyesen bánni önmagával. Hogy képes legyen helyesen bánni a párjával. Vagy képes legyen helyesen bánni mondjuk a szüleivel. Vagy a gyerekeivel. Vagy másokkal, más emberekkel. A munkáddal. Pénzzel. Hát még egy pár évig lesz. Környezeteddel. Hát az se baj, hogyha a hatóságokkal jól bánsz. És természetesen a teremtőddel is. Tehát az embernek fontos lenne, hogy a holnapban, meg a holnap utánban, tehát a következő hetekben, hónapokban, években ezeket megtanulja. Lehetőleg minél hamarabb, nem? Tehát, hogyha jobban megnéznénk, akkor mindenre szükség lenne, hogy minél hamarabb jól bánjunk vele. Nem? Tehát itt van egy lehetőség mindenki számára, amivel élhet. És itt van minden olyan személy, aki tud segíteni neked, hogy fejlődhess. És itt van lehetőség arra, hogy a fényküldötteket képezzük. Oké? És ha te találkozol olyan személyekkel, akik szellemileg nyitottak, akkor, és fölteszel neki egy pár kérdést avval kapcsolatban, hogy volt-e az életedben már olyan érzésed, hogy valamit tenni kellene itt azért a bolygóért, vagy az emberiségért. Mert nem jó ez így, ahogy van. Akkor tudd, hogy egy fényküldöttel van dolgod. És ha fényküldöttel van dolgod, akkor kérdezz meg, hogy ő tud-e olyan helyet, hogy ahol a fényküldötteket képezik. Mert te tudsz. Oké? És te is leszel fényküldött tanító, aki a fényküldötteket képezi majd. Kell 320 millió olyan ember, aki képes átadni a tudást. 320 millió. Tehát ettől még messze vagyunk, de úgyis megvalósítjuk, hogy ez meglegyen.
Mert egyszerűen az emberiségnek ez az egyetlen kiútja. Meg kell csinálnunk azt, hogy az emberiséget felfejlesszük arra a szintre, hogy kikerüljön ebből az óvodából. Érted? És végre megérjünk, érettekké váljunk. Érted? Tehát meglegyen a, mint a, ugye ezt itt a Földön úgy hívják, hogy érettségi. Jó, tehát meglegyen az az érettségünk, hogy tényleg képesek le vagyunk együttműködni másokkal, szeretetben, békében és boldogságban. És nem úgy, ahogy most működik az emberiség. És ezt meg tudjuk csinálni. Nem külön-külön tudjuk megcsinálni, ezt együtt tudjuk megcsinálni. Na ez, szeretnék én mindenkit hozzásegíteni, és ebben keresek társakat, hogy hozzásegítsük az embereket ahhoz, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Ha bármi kérdése felmerült volna ezekkel kapcsolatban, akkor természetesen keresd a meghívódat, vagy keresd a vezetődet, vagy az igazgatódat, vagy ha nem tudod, kik azok, akkor keresd az irodánkat, hogy megadjuk neked az elérhetőségét annak, akihez fordulhatsz. És várunk szeretettel a közösségünkbe, és meg fogod látni te is, hogy az életed pozitív irányban elkezd változni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, de az időm letelt. Nagyon jó volt veletek lenni. Még visszaadom a szót mindjárt a házi gazdáinknak egy pár mondat erejéig. Várlak szeretettel benneteket a következő rendezvényünkön, ami ugye szerdán lesz, és természetesen a következő hétvégi rendezvényünkön is, amely november, ki tudja, hanyadikán lesz. Tizedikén, köszönöm, tizedikén lesz. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok. Érezzétek jól magatokat a bőrötökben, még ne menjetek el, mert még van egy kis dolgunk itt a végén. Szeretlek benneteket, remélem adott a mai nap is pluszot, amit tudtok használni. Köszönöm szépen a szereteteket, figyelmeteket. Mindenkinek még egyszer nagyon sok sikert, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen a labirincselő előadást. Olyan érzésem van, hogy aki itt van, az van a fejében, hogy hú, de jó, hogy itt voltam. Nem? Nincs egy ilyen? Na, látom. Látom. Egy ilyen előadást élőben meghallgatni, torok elszorító is lehet. Én is azt ajánlom mindenkinek, amikor csak teheti tényleg, a heti képzéseken is, de a szemináriumon vegyen részt, mert a személyes részvételnél fontosabb nincsen. Itt tudunk találkozni a, úgymond a csoporttársainkkal, munkatársainkkal, meg tényleg személyesen meghallgatni a képzést, előadást, annál jobb nincsen a lehetőség.